Brüsszel szereti a bevándorlást, és ez abból is látszik, hogy az Európai Bizottság most éppen a legális migráció pozitív hatásairól kezdett el kommunikálni. Ezt mondta Szijjártó Péter Litvániában, ahol a V4-ek és az Észak-Balti 8-ak találkozóján vett részt. A külügyminiszter hozzátette, ez gyakorlatilag visszavezet a globális migrációs csomagról szóló tavalyi New York-i vitákhoz, amelyek semmi másról nem szóltak, mint az illegális migráció legalizálásáról. Az Európai Bizottság elnöke éppen tegnap beszélt arról, hogy nem szabad elutasítani másokat, így a bevándorlókat sem. A menekültek mindenek előtt szerencsétlenek, ezt mondta az Európai Bizottság leköszönő elnöke vasárnap az olasz köztelevízióban. Jean-Claude Juncker szerint nem szabad elutasítani másokat. Közben mielőbbi intézkedéseket sürget az Európai Parlament az úgynevezett afro-európaiak diszkriminációja ellen. A múlt héten óriási többséggel elfogadott dokumentum arra szólítja fel az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan stratégiákat, amelyek felszámolják az Európában élő afrikai származású lakosokat érő hátrányos megkülönböztetést. Az uniós képviselők szerint különösen az oktatás, a lakhatás, az egészségügy, az igazságszolgáltatás és a politikai részvétel területén lenne szükség kiemelt programokra. A dokumentum továbbá azt sürgeti, hogy Európa nyisson legális útvonalakat az újonnan érkező afrikai menekültek és a gazdasági bevándorlók előtt is. Egy kreált kisebbség, az úgynevezett afro-európaiak kategóriája. Brüsszel olyan kisebbségként kezeli az illegálisan érkező gazdasági migránsokat, akiket védelmezni és segíteni kell, magyarázta az Alapjogokért Központ igazgatója az M1-en. Szántó Miklós azt mondta, az Európai Uniós elit ezzel igyekszik felszínen tartani a Nyugat-Európában kialakított bűntudatkultuszt. A hódítások, a felfedezések, más kontinenseknek a krisztianizációja, tehát a kereszténység elvitele hódítások útján, ez ugye egy bűnös múltnak a része, és ebből fakadóan kvázi hát egy ilyen bűnbánó sámántáncot kell járnia Európának, és ebből fakad az a kötelezettség, hogy az Európában élő afro-európaiak iránt érzékenyíteni kell, és az ő védelmükben fel kell lépni, csak hogy ezzel nagyon foglalkoznak, míg például a határainkon túlélő őshonos magyar kisebbségek ügyével nem. Brüsszel szereti a bevándorlást, és ez abból is látszik, hogy az európai parlamenti választások közelettével újabb kommunikációs hadjáratot indított a migráció pozitív hatásairól. Erről a külgazdaság és külügyminiszter beszélt Litvániában, a V4-ek és az Észak-Balti 8-ak találkozóján. Brüsszelben az Európai Bizottság újra feltette a régi lemezt. Szijjártó Péter azt mondta, ez gyakorlatilag visszavisz minket a globális migrációs csomagról szóló tavalyi New York-i vitához, amelyek semmi másról nem szóltak, mint az illegális migráció legalizálásáról. Az Európai Bizottság továbbra is altatni akarja az európai kormányokat és az európai közvéleményt, el akarja velünk hitetni azt, hogy egyrészt a migrációs válság nem is létezik, másrészt pedig a migráció amúgy jó is. Ezzel gyakorlatilag az elmúlt 4-5 esztendő történéseit akarják eltagadni. A miniszter arról is beszélt, a migrációs nyomás nem csak Afrika felől érzékelhető. Törökországban mostanra 4 millióra nőtt a migránsok száma. Úgy fogalmazott, nem szabad engedni, hogy egy új, a 2015-öshöz hasonló menekült hullám induljon el Európa felé.